ismét megrendezték a Tolna megyei Cinege Madár népdal éneklési versenyt Szekszárdon. Az eseményre azokat várták, akik kedvelik a népdalt, szeretnek énekelni vagy hangszeren játszani. A programon egyénileg és csoportban is részt lehetett venni. Az elődöntőre a Tolnai Vármegye székhelyről, a környező településekről érkeztek, de voltak Bölcskéről és a Völgységből is versenyzők. De megmutathatjuk, mit tudunk, és izgalmas. A népdaléneklési versenynek több évtizedes hagyománya van. Még 1990-ben hívta életre Szabadi Mihály. Ez idő alatt számos alkalommal megrendezték ezt az egész vármegyét megmozgató találkozót, amely később aztán abba maradt, és csak 6 évvel ezelőtt indult újra útjára. Az idei megméretetésre 37 nevezés érkezett. Többféle szempont van először is, hogy milyen dalt választasz, olyan szempontból is, hogy azért a magyar népdal kincsnek mennyire értékes elemeiből válogatnak, aztán ki a saját egyéniségének, korának megfelelő dalt választ-e. És hát természetesen az előadásmód. A döntőt május 26-án rendezik meg, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban. A legjobb előadók, együttesek pedig meghívást kapnak a szekszárdi születi napokon megrendezésre kerülő Cinege Madár gálára.